A bőrzére a község minden településéről érkeztek diákok. A középiskolák bőrzéje az egyik legnagyobb és legtöbb iskolát bemutató rendezvény a térségben. Segít a diákoknak eldönteni, hogy hol és milyen szakirányt válasszanak. Én ezt már igazából alsó osztályban eldöntöttem, alsóban, hogy építészmérnök szeretnék lenni, mivel nagyon szeretem a matekot és a rajzot akkor is, most ugye fizikát. Voltam verseny is rajta, és a bőrze szerintem fog segíteni, vagy megerősíti ezt a döntésemet, vagy megcáfolja. A végzős tanulók zöme már eldöntötte, hogy hova tovább. Én a 8. osztályt követően Szabadkára fogok menni a közlekedésre, Iván Szárítba ugye 4 éves, és utána megyek tovább. A bőrze nagyon jó, én jó ötletnek tartom, hogy tartanak ilyet a 8-osoknak és 7-eseknek, mert úgy érzem, hogy ez könnyebbé teszi az iskola választást azok számára, akik még nem tudják, hogy hova, merre tovább. A 7-esek és 8-osok iskola választásában a középiskolások is segítettek. Pálfi Jászmin a szabadkai Szvetozár Márkovics gimnáziumot képviselte. Igazából én mindig kötődtem a természeti tantárgyakhoz, és ez a gimnázium csak megerősített tényleg ebben, hogy nekem itt a helyem, mert a tanárok nem csak tanítanak minket, hanem egyben nevelnek is, és hogy úgy érzem, hogy nagyban hozzájárultak a fejlődésemhez ez a 3 év alatt is. A Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola központba a következő tanévben 90 elsőst várnak, ahol 3 és 4 éves szakokon tanulhatnak tovább. Mezőgazdasági szakon, mezőgazdasági technikum nyújt teljes körű kínálatát a szakmán belül, illetve a gépészeten van 3 éves szakunk, ami igen népszerű, az a gépjárműszerelő szak, illetve a hűtés-fűtés és klimatizációs berendezések szerelője, és egy 4 éves szakunk van a gépészeten, az pedig a számítógépes gépésztechnikum. A bőrzét 11. alkalommal szervezték meg Magyar Kanizsán. Az idei évben 19 intézmény látogatott el hozzánk. Igyekszünk a tanulók érdeklődési köreinek megfelelően meghívni minden olyan iskolát Vajdaság szerte, ahol eddig tanultak tanulóink, illetve hogyha új intézményeket ismerünk meg, akkor például a Szabadkai Globál Középiskola, ők idén első alkalommal érkeznek hozzánk. A tanulók és az érdeklődő szülők az intézményekbe való beiratkozásról és a szakokról is bővebb tájékoztatást kaphattak.